Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez az Est is tart. Az RTL Fókusz Plusz című műsorában elhangzott egy döbbenetes vallomás attól az asszonytól, akiről ki tudja miért eddig azt terjesztették, hogy halott. Most 73 éves. 18 éves korában három férfi megerőszakolta, köztük az úszók volt szövetségi kapitánya. Németh Attila sport újságíró ezt nem hagyta szó nélkül, és nyílt levelet írt Kis Lászlóék áldozatához. Ezt írja: engedje meg, hogy bocsánatot kérek egykori sportújságíró és újságírói kollégám nevében, akik a 60-as években, majd a következő évtizedekben sem igyekeztek kideríteni, hogy mi történt valójában azon a szörnyű napon. Nem emelték fel szavukat, sőt szinkosan hallgattak, amikor a tettesek megúszták néhány hónap börtönnel, és nem tiltakoztak akkor sem, amikor brutális tettük ellenére mindhárom elkövető úgy térhetett vissza, és úgy dolgozhatott évtizedekig teljes megbecsülésben, mintha mi sem történt volna. A telefonban itt van velük Németh Attila. Jó estét kívánok, Attila! Miért fogalmazta meg ezt a levelet, és mi az, ami nem történt meg, vagy minek kellett volna megtörténni a média részéről 55 évvel ezelőtt? Jó estét kívánok én is mindenkinek! Nagyjából egy hónappal ezelőtt került nyilvánosságra az 1961-es történet, ugye bírósági ítéletének részletei. Gyakorlatilag az egy hónap alatt ilyen három lépcsőfokban jutottam addig, hogy megírjam ezt a levelet. Elsőként, mint minden újságíró, szerettem volna megtudni, hogy mi a teljes igazság. Szerettem volna minél több részletet megtudni a bírósági ítéletből, de már ekkor voltak fenntartásaim a korabeli sajtó munkásokkal kapcsolatban. Számomra döbbenetes az, hogy hogy lehet az, hogy 20 hónap megúszta valaki ezt a szörnyű büntetet, hogy lehet az, hogy simán visszatérhetett az úszodák világába, hogy lehet az, hogy egyetlen újságíró sem volt, aki felvetette volna, hogy ennek az embernek, ha megtette ezt, amit megtett, nem kellene gyerekekkel foglalkoznia. Második lépcsőként gyakorlatilag olyan indulatokat kavart egy hónap alatt ez az ügy, hogy szerintem már túlmutat Kis Lászlón, Gyászfás Tomáson, a különféle összeesküvés elméleteken. Egy társadalmi ügyé vált ez az egész történet. Számomra döbbenetes az, hogy 2016-ban Európa közepén vannak emberek, akik bagatellizálják a nemi erőszakot, és ami igazán szomorúvá tesz, az az, hogy kollégáim azok, akik ugyanígy nyilatkoznak. A harmadik és gyakorlatilag döntő lépés abban, hogy én megírtam ezt a levelet, az az volt, hogy láttam a Fókusz riportjában Takács Zsuzsannát nyilatkozni, és az ő higgadt, megfontolt, megbecsülés méltó nyilatkozata szöges ellentétben állt azzal, ahogy az emberek és ahogy a kollégáim viselkedtek és megalázták őt, akit hallottnak vagy tehet? Hittek. Mert hallottam, hogy ön is lépéseket tett, de kérdezem, hogy melyek ezek? Nyilvánvalóan nekünk a nyilvánosság erejét kihasználva meg kell tudnunk és be kell mutatnunk azt, hogy mi történt valójában. Meg kell tudnunk és be kell mutatnunk az igazságot. Mi történt azon a napon, miért úszhatta meg Kis László és ott két társa 20 hónappal ezt az egészet, hogy térhettek vissza, ezen dolgozunk újságíróként. De újságíróként azt gondolom, hogy az is a feladatunk, hogy felnyissuk a társadalom szemét, hogy soha semmilyen körülmények között egy nemi erőszak áldozatát nem lehet hibásként feltüntetni. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és ezt elmondta. Köszönöm szépen.